Még mindig 100 000-es nagyságrendű azoknak az autósoknak a száma, akik az évvégi kampányban biztosítótársaságot váltanak. A Magyar Biztosítók Szövetsége adatai szerint a mostani időszak az 5.313.207 közúti gépjármű állományból még mindig több mint 1.216.000 gépjárművet, köztük több mint 726.000 személygépkocsit érint. Ők válogathatnak a kötelező gépjármű felelősség biztosítások közül, amelyek új tarifáit november 2-án tették közzé. A hazai gépjármű tulajdonosok 13 hazai biztosító ajánlatai közül választhatnak. Bár az elmúlt években folyamatosan emelkedtek az árak, még így is a legolcsóbbak közé tartoznak európai viszonylatban, olvasható a Mavisz közleményében. A díjakat a társaságok saját üzleti stratégiájukkal összhangban kalkulálják ki. Figyelembe veszik például a folyamatosan növekvő forgalomból következő baleseti statisztikákat, valamint a szervizdíjak és az autó alkatrész árak alakulását is. A biztosító társaságok ajánlatai között akár 70 000 forintos eltérések is lehetnek, ugyanarra az autóra és tulajdonosra kalkulálva. Lehetnek óriási eltérések, tehát ilyen duplája is előfordulhat az egyes biztosítók között. Mitől függ ez a különbség, és milyen szempont szerint érdemes választani? Hajlamosak vagyunk a legolcsóbb felé orientálódni, de vajon ez a jó döntés? Így van, az ügyfelek többnyire a legolcsóbb biztosítónak a díját választják, hiszen kötelező biztosításban ugyanazok a szolgáltatások vannak az egyes biztosítóknál. Sok minden befolyásolhatja azt, hogy melyik biztosító a legolcsóbb, attól függ, hogy milyen kedvezményt ad az egyes biztosító az ügyfeleknek. Az ügyfelek elsősorban az árak alapján választanak biztosítást, a másik fontos szempont pedig a társaság gyorsasága. Az autó tulajdonosok, ha új belépők a biztosítási rendszerbe, akkor az A0 osztályból indulnak. A biztosítók a kármentes vezetést jutalmazzák, így ha nem volt károkozása az ügyfélnek az elmúlt évben, az évfordulónál új szintre, új osztályba emelkedik. Károkozás esetén azonban megvonják a kedvezményeket, vagy akár pótdíjat is megállapíthatnak a társaságok. Alkuszon keresztül intézve gyorsabb a biztosítóváltás, de mindenki számára elérhető az online kalkulátor, ahol pedig bárki megkötheti saját magának a kötelező gépjármű felelősség biztosítását. A január 1-i évforduló azonban nem minden autótulajdonost érint. Az az oka ennek, hogy 2010-től már nem a január 1-e az évforduló minden kötelező gépjármű felelősségbiztosításnál, hanem innentől kezdve a vásárlás dátuma. Tehát, hogyha valaki január 30-án vette az autóját, akkor neki január 30 lesz az évfordulója. Tehát az, akinek nem most esedékes ez az évforduló, az egész egyszerűen kénytelen tudomásul venni, hogy az ő biztosítója, akinél van egy élő szerződése, az valamennyivel megemelte a díjat, és azt ebben az évben, vagyis hát az adott évben végig azt fogja fizetni. Az adott évben, így van, igen. A felmondásoknak postán, személyesen vagy faxon keresztül december 1-jéig kell beérkezni a társaságokhoz. Új szerződést azonban ráértnek december 31-jéig kötni a tulajdonosok. Azok, akik 2010 után vásároltak autót, ők szintén a biztosítási évforduló előtti 30 napban tudják felmondani a szerződésüket. Ebben az esetben is érdemes arra ügyelni, hogy a felmondás utolsó lehetséges napja nem a postára adás dátumát jelenti, hanem azt a napot, amikor a biztosítóhoz igazolhatóan beérkezett a felmondás. A szakértő azt javasolja, érdemes évről évre nyomon követni, hogyan változnak a biztosítási díjak, és ha szükséges, váltani egy másik társaságra. Ezt éves szinten körülbelül 140-150 000-en teszik meg.